Már ide megyek a legnagyobb pontjára. Hú! Jönne valami alagút. Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan tudtok a Minecraftba tűzgolyóval lövöldözni. Ezt a kérdést is igen gyakran megkapom e-mailben, úgyhogy megérett már egy videóra. Egyébként az egész szó szerint egyetlen egy parancs, illetve kell hozzá valami jelgenerátor, ami ugye ezt folyamatosan futtatja. Hát esetünkben itt 1.10-ben egy ilyen ismétlős command block. Mutatom hógolyóval a parancsot, lefutatom a hógolyóval, execute, és akkor hógolyóra a selector, megidézek vele egy firebolt, egy tűzgolyót, és most jön a varázslat. Ez a direction, ez fontos, hogy itt legyen, mert ha ez nincs itt, akkor nem jelenik meg a tűzgolyó, illetve állíthattok az erején, ez most egyesen van, de ezt följebb lehet venni természetesen. És ennyi, ez az egész parancs, ha ez így folyamatosan fut, akkor ha én lövök egy hógolyót, az megidéz egy tűzgolyót is. És tök jó. Jogosan mondhatnátok azt, hogy de hát ez folyamatosan fogja a hógolyóval idézni a tűzgolyókat, és így egy rakás tűzgolyó lesz feleslegesen, de nem, ugyanis amikor megidézi, akkor ugye benne lesz a tűzgolyó, és emiatt szétesik a hógolyó, azonnal el is pusztul. Ha megnézitek, hopp, ott volt. Akkor még látszik is az effekt, hogy szétesett a hógolyó. Amikor becsapódik, akkor van ilyen effekt. Mutatom. Tehát ilyen effekt van, hogyha szétesik a hógolyó, és mivel beleidéződik a tűzgolyó, azonnal el is pusztítja azt. És hogyha a hógolyó textúráját lecserélitek valami varázspálcára, vagy teniszütőre, akkor tök jó, úgy néz ki, mintha azzal a tárgyal lövöldöznétek. Gyorsan össze is dobtam egy research packet, ahol a hógolyó textúráját lecseréltem ilyen... Hát ez egy varázspálca egyébként. Igen, én rajzoltam. És akkor, hogyha így használom ezt a varázspálcát, akkor ilyen tűzgolyó jelenik meg, olyan, mintha idéztem volna egy tűzgolyót, pedig valójában a pálcát dobálom. Tehát ezt most kikapcsolom, akkor így... mintha a kutyának dobnék botot, csak szét is törik. Kipróbáltam más lövedékekkel is, például nyílvesszővel. Azzal is tökéletesen működik. Itt is hallatszik, hogy azonnal elpusztul a nyílvessző, úgyhogy nem fogja folyamatosan idézni a tűzgolyókat. Sőt, spectral arrow-val is működik, de aki látta a Halloween boss-t, azt tudja. Ott is ezt a módszert használtam. Tojással már egy fokkal érdekesebben működik. Most sikerült, de hogyha épp csirkét rakna le... Na? Hopp! Most ugye csirkét idézett, és ezért azonnal fölrobbant a tűzgolyó, és nem repült el. Hopp, megint. Hát ezzel is meg lehet csinálni, csak nem minden esetben fog lőni. Aztán működik az Ender Pearl-lel is, viszont ez kicsit teleportál is. Hát ugye ezt tudja az Ender Pearl, hogy teleportál tőle az ember. Egy kicsit följebb teleportálodok, hogyha megnézitek. Mennyi lett ez? Hát gondolom egy blokkot. Bájitallal is érdekesen működik, hogyha eldobom, akkor nem követi a bájitalt, illetve a bájitalnak az úton át, hanem ott marad. Sőt, kettőt idézett le valamiért, úgy látszik kettőre volt ideje. És hogyha ezt megütitek, akkor én tök érdekesen száll el. Ugyanez a helyzet az XP potionnel. Az is így azonnal széttörik, meg ott maradt helyben a tűzgolyó, és ha belőttök, akkor ilyen mint a kanyarodva repülne el, tök fura. Kipróbáltam tárgyal is, na ott már veszélyesebb, ott már meg kellett oldani azt, hogy csak egyszer, hogy tutira csak egyszer futtassa le. Ezt úgy oldottam meg, hogy a selectorról beleírtam, hogy olyan tárgy idézze meg ezt a tűzgolyót, aminek nincsen valamilyen tagje, most azt hittem, hogy alst. És második körben pedig a tárgyra rakja azt, hogy alst. Tulajdonképpen ennek fölösleges conditionálnak lenni, így is maradhat. És ha kidobom a tárgyat, akkor megidéz egy tűzgolyót. De ez se repül el, hanem ott maradt helyben. Ha megütöm, akkor elrepül. És hát igazából ennyi. Az összes parancsot kifogom máshonnan a leírásban. Kalandpályákon tényleg hasznos lehet egy ilyen, vagy mondjuk boss harcoknál. Úgyhogy használjátok egészséggel. Mutatok még egy érdekeset. Kidobok egy rakástárgyat, akkor lesz itt egy rakás tűzgolyó. És hogy ezek felrobbannak, igen nagyon tudnak rajtam lökni, már ha felugrok. Úgyhogy felugrok, és most megütöm. Pif! Juh! Na miért leesem, a kézikönyv óvjon.